kiemelt aranyminősítéssel tért haza Keszthelyről a 8. országos nyugdíjas kimító döntőjéről a Füzesabonyi Rozmarin népdalkör. Az eseményen több mint 2000-en álltak színpadra, közöttük 40 kórus. Ebben a mezényben sikerült ezt a kiemelkedő eredményt elérni a 11 tagú kórusnak. Ezen a versenyen az előző években is szépen szerepeltek, két alkalommal nyertek kiemelt aranyat, valamint arany és ezüst minősítéseket. Hogyan sikerült erre felkészülni, mennyi gyakorlást igényel, és jelenleg hányan alkotják a rozmaringot? Igazából 11-en vagyunk, összesen 11-en éneklünk. Nagyon boldogok vagyunk, mert az asszonyok, illetve én személy szerint, mert az asszonyok nagyon várják a heti két próbát. Hétfőn és szerdán próbálunk, délelőtti órákban, 9-től, 9:30-tól, attól függ, hogy sikerül a próbát elkezdeni. Beszélgetünk is, sok minden másról beszélgetünk, az életvitelről, a közösségben tartás öröméről, sok mindenről szó esik. Néha még imádkozunk is, néha egymás búját, baját meghallgatjuk, de mint ahogy a eredmények tükrözik, nagyon komoly munkával készülünk erre. Ez azt jelenti, hogy mint az iskolában, pontról pontra, lépésről lépésre kitisztítjuk a hibákat, és természetesen, hogyha nem vagyok megelégedve az eredménnyel, akkor bizony sokszor, többször ismétlés következik, többször is újra kezdjük, ütemenként akár. Ez akár gyerekeknél és felnőtteknél is semmi más módon nem működik. Tehát meg kell érte dolgozni. De most meg is lett az eredménye harmadjára, és megkaptuk a kiemelt aranyat. Igyekszünk mindig helyi népdalokat megmutatni országos rendezvényeken. Ezen a Kimit Tudon is természetesen Eger környék, illetve helyi gyűjtésű népdalokat énekelt a népdalkör. Két csokorba szedtük őket. Nem mondom, hogy füzesabonyi népdalok, de Eger környékén most is énekelt szebbnél szebb népdalokat választottunk. Ezt két csokorba gyűjtöttük össze, hogy egy kicsit közben lehessen pihenni, a taps alatt egy pici levegőt venni, és aztán újraindulni. És ebben az évben is sikerült szóló számokat is belecsempészni. Egy-egy verszakot, két sort énekeltek aztán az asszonyok. Színesítettük nagyon beszélt népdaloktól kezdve, nagyon nehezen énekelhető recitatívó népdalokkal kezdve, párlandó népdalokkal kezdve, aztán a gyors, friss, csárdás tempóig megmutattuk, hogy itt Eger környékén milyen gyönyörű népdalok vannak. Mikor Isten csillag... Ipacs Istvánné a kezdetek óta 25 éve énekel a rozmarinkban. Nagyon boldogok vagyunk, nagyon szeretünk jönni, nagyon szeretjük Sacit, mert ő nagyon pontosan tudja, hogy kell, és mindig, ha nem jó, azt mondja, még egyszer kezdjük. De mint a jó gyerekek, szót fogadunk neki, mert már bizony legtöbbünk 70 éven felüliek vagyunk. Ez már egy kicsit hosszú, olyanok vagyunk megint, mint a gyerekek, de szót fogadunk. Milyen volt versenyezni, milyen volt ott a színpadon állni? Nagyon jó, csak izgulunk egy kicsit, de amikor már odaállunk, akkor azt beleteszünk apait, anyait, úgy mondjuk, hogy még az égizzünk. Egyszerűen első osztályú. Azt mondja, sok munka van vele, de boldogan csinálják. A versenyen szólót is énekelt. Nagyon sok munka van vele, mert nagyon sokat kell azért tanulni, mert már mi nem olyanok vagyunk, mint a gyerekek, hogy olyan gyorsan a fejünkbe ragad minden. Mi már egy kicsit másabbak vagyunk, de mindent megtanulunk úgy, ahogy Saci kéri, pontosan. Pontosan, mert másképp nem is kaphatnánk meg ezt a kiemelt aranyat, hogy ez már harmadik, ezt már nem is gondoltuk volna. De nagyon boldogok vagyunk, ezt nem lehet elmondani, ezt a boldogságot, hogy mennyire örülünk neki. Kisján, 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 elvennélek, ha szeretnél.
kicsi a fa, kicsi a fa.